Akik a Damjanich utcai régi rendelőbe mennek, láthatják, hogy az épület első része le van zárva felújítás miatt. Az épületbe hátulról lehet bemenni. Ezen kívül egyes szakrendelések helye is megváltozott a munkálatok idejére. A témával kapcsolatban dr. Berecki Péterrel, az egészségügyért felelős alpolgármesterrel beszélgettünk. Dunaharaszti egészségügyi ellátása kissé széttagolt, mert ezen a területen van a háziorvosi felnőtt alapellátás, a fogászat, a fizioterápia, a labor, az EKG. A gyerekorvosok viszont egy másik helyen, a főúton helyezkednek el, mint tudjuk, most már 4 gyerekorvosi körzet van Dunaharasztin, a védőnők pedig a Dózsa György úton a rendőrség mögött. Ez egy kicsit kényelmetlen, ez a felállás, de az elmúlt években voltak próbálkozások, hogy valahol egy helyen koncentráljuk az egészségügyi ellátórendszert, ami hát részben jó is, meg rossz is, hiszen akkor más embereknek máshol lett volna. Úgyhogy tovább kell, messzebbre kellett volna menni az ellátásért. Hát ez sajnos meghiúsult, ez az Andrássy úton egy magánbefektető vett egy telket, és elkezdte az építkezést, de becsődött, úgyhogy ez nem sikerült. Az önkormányzat anyagi lehetőségei pedig az elmúlt években anyagi lehetőségei inkább óvodaépítésre, illetve iskolabővítésre kellett fordítani, mert hát olyan nagy demográfiai hullám érte a városunkat, igen, hogy először óvodát kell, jött a törvény, hogy 3 éves kortól óvoda, először óvodát kell építeni, aztán pedig hát a óvodáskorúak pedig iskolába mennek, úgyhogy először a Körösi és a Rákóczi iskolát bővítettük, most pedig a csatorna partján a régi gimnázium, a gimnázium régi kollégium épületét újítjuk föl, egy 10 osztályos tantermet magába foglaló intézményt tervezünk oda. Tehát így az egészségügyi ellátórendszer marad a régiben, ami szerintem Dunaharasztin jól működik, de vannak váratlan események, ami miatt a felújításokra pénzt kell áldozni. Egyébként is terveztük már a felújítását a rendelőnek, de most hirtelen a plafon megindult, és a nagyobb baleset elkerülése véget el kellett indítani a nagyobb átalakítást. A testület elfogadta az idei költségvetést, tartalékkeretből volt erre pénz, erre mindig számítunk, váratlan események felléptére, és így több ütemben a régi háziorvosi rendelő felújítása megindult március 16-án. Hát ez nagyon váratlan volt, ez a mennyezet megindulás, ezért nem tudtuk ezt tervezni, és nem tudtuk a lakosságot előre értesíteni. A szegény betegek látták, hogy mi van itt, de tájékoztatva lettek, hogy minden rendelés folyik a saját medrében, sőt a saját idejében is, csak más helyen. Most ez azt jelenti, hogy a rendelőintézetnek az első részét azt lezárták. Itt 2 háziorvos rendelt, a Kozma doktornő és a Gál doktornő. Ők átmentek átmenetileg a Magyar doktor és a Hégely doktor rendelőjébe, ott rendelnek a saját rendelés idejükben, felváltva. A kislabor berendezéseit, illetve a vérvételi hely berendezését fölvittük a régi rendelővel szembeni Damjanich 23-ban lévő új rendelő emeletére. Ott is változatlan időben folyik a vérvétel. Az itt lévő fizioterápia is szintén bezárt, azt is fölvittük az emeletre, az is ott működik. És van itt egy ortopéd magárendelés, amit szintén fölvittünk az emeletre átmenetileg. A belgyógyászati szakrendelés pedig hátra került az ügyeleti
ügyeleti várakozó helyiségben, ami a rendelő utolsó szobájában található. Hát ezek átmeneti állapotok, bízunk benne, hogy talán egy hónap alatt annyira sikerül helyreállítani, illetve felújítani az első rendelő részt, hogy vissza tudnak költözni a helyükre a doktorok. Most, hogy a plafon megindulása miatt le kellett zárni az épület egy részét, nem csak a közvetlen baleset veszélyt okozó hibát hárítják el, hanem a már korábban tervezett felújításokat is elvégzik. Ennek értelmében kicserélik a régi elektromos vezetékeket, a vizes blokkokat, a járólapot is felverték, újakat raknak le, a mennyezetet is le kellett verni, és gipszkarton kerül majd rá. A felújítás keretében a váróba új székek kerülnek, az orvosi szobák ajtóit is lecserélik új, párnázott ajtókra. Ez a felújítás előreláthatóan egy hónapig tart. Utána visszaköltöznek ide a doktorok, és akkor utána a hátsó részt fogjuk ugyanígy felújítatni. Egyelőre ennyi fér bele a költségvetésbe, és egy második lépcső pedig a rendelők lesznek felújítva az EU-s előírásoknak megfelelően. Mert ugye évek óta mindig átmeneti vagy ideiglenes engedélyt kap a rendelő, azért mert nem az ANTS, illetve az EU előírásainak megfelelőek ezek a rendelők. Említette, hogy az előírásoknak nem megfelelő, hiszen ideiglenes engedélyt kap, mi mindenen kell változtatni, csak egy-két példát, ha mondanám. Hát a rendelőkben például az nagyon fontos, hogy a nővér és az orvos külön dolgozzon. A nővér tudja előkészíteni a beteg dokumentációit, esetleg megméri a vérnyomását, magasságát, a haskörfogatát, és utána bemegy a beteg az orvoshoz, ahol csukott ajtók mögött el tudja mondani nyugodtan a panaszait, amit a nővér előtt lehet, hogy nem szívesen mondott volna el. Hát ez egy nagy dolog. Az új rendelőbe, ahol most 4 doktor rendel, ott így vannak kialakítva a rendelők. Tehát külön-külön van a nővér, és külön az orvos. Ez egy nagyon fontos, és fontos előírás, amit be kell tartsunk. Mekkora költséget jelent a város önkormányzatának ez a felújítás most? Hát úgy tűnik, hogy bruttó 10-11 millió forintba kerül ez a felújítás, amiben beletartozik a parkolók, az utcán található parkolók és a belül található parkolóknak a felújítása és korszerűsítése is. Úgy terveztük, hogy miután ügyelet miatt állandóan nyitva van a kapu, ezért talán érdemesebb lenne lebontani a kerítést és egy ilyen tágasabb parkolót kialakítani ide a rendelő elé. Hogyha valakinek orvosi ügyeletre van szüksége, akkor ugyanúgy hátul be tud menni? Igen, most úgy van megoldva, hogy hátul tud bemenni az ügyeletre. Amúgy is hátul van az ügyelet jelenleg, de ez valószínű, hogy meg fogjuk változtatni, és előre hozzuk ide az ajtó melletti szobába az ügyeletet, hogy ne kelljen végigmenni a folyosón. De most hátul éjjel-nappal nyitva van hétvégén, illetve esténként este 6-tól reggel 8-ig ott van az ügyelet, és lehet számítani a segítségükre.